Sziasztok, Laci vagyok, a Tech2-t nézitek, és ebben a videóban az Ulefone Future okos telefont fogom nektek kicsomagolni és röviden bemutatni, hogy mit is kell tudni erről a készülékről. A gyártó az évelei MWC-n mutatta be a Future-t, és hát ugye eltelt már fél év azóta, de még mindig ez a csúcskészüléke. A gyártónak természetesen azóta jöttek más modellek is, de még mindig a Future-t tartják a legjobbnak az Ulefone-on belül. Magyarországon hivatalosan nem kapható, mivel egy kínai márkáról van szó, mármint olyan ekte kínai márkáról, tehát nincs is hazai képviselet. Hogyha beszeretnétek szerezni, akkor külföldi webshopokból tudjátok megtenni, illetve itthon is lehet kapni, egy-két webáruház árulja, viszont jóval-jóval drágábban, mint mondjuk, ha külföldről vásárolnád meg. Mi ezt a modellt a Gearbest-től kaptuk kipróbálásra. Hogyha szeretnétek megtekinteni a terméklapot, akkor ezt a videó leírásában megtaláljátok majd. Nézzük a dobozt. Egy egyszerű dobozról van szó, kartondoboz, semmi extra tulajdonképpen. Itt látható egy ulefone.com link, teljesen üres. Itt az e-mail számokat láthatjuk, illetve hogy ez egy Space Gray verzió. Ulefone Future egyértelmű, az alján pedig egy egyszerű piros felület található. Úgyhogy ennyit a dobozról, tényleg nagyon, nagyon egyszerű. És hogyha felemeljük tetejét, akkor már is itt van a készülék. Nézzük tovább a doboz tartalmát. Azt a kis fedelet eltávolítjuk, akkor látható, hogy kapunk egy ilyen belül textúrált kis szilikontokot. Már látszó szilikontokot. Illetve tartozékokból sok nincsen, viszont hát ugye természetesen van egy USB Type-C is USB kábelünk, van egy 9 volt 2 amperes, igen, gyors töltő, európai szabványa, és itt van egy ilyen kis átalakító adapterünk, ugye ez USB Type-C, ez pedig micro USB, tehát hogyha van egy micro USB-s töltőnk, akkor azzal is tudjuk tölteni a készüléket ezzel a kis adapterrel. Ja, és tulajdonképpen ennyi a dobotnak a tartalma. Nincsen fülhallgatónk, az kimaradt a szórásból. Illetve fóliát sem láttam, viszont az alapjáraton van a készüléken, tehát miért nem kell aggódni. Na nézzük magát a mobilt. Hát szerintem tudjátok, mire hasonlít, nem is kell kiemelnem. Egyébként teljesen fémházas modellről van szó, teljes unibody kialakítás, 5,5 incses Full HD felbontású kijelzőt kapott, melyet Gorilla Glass 3 üveg véd, illetve a maga a panel az egy in-cell LTPS panel. Tehát egyébként magával a betekintési szögekkel, magával a megjelenítési minőséggel egyáltalán semmi gond nincsen. El is indítom, és akkor láthatjátok majd. A teljesítményről egy Helio P10-es chipset gondoskodik, 4 GB RAM társaságában. A belső tárja az 32 GB, de ez bővíthető igény szerint microSD-vel, akár 128 GB-ig is. Maga az akkumulátor az egy lítium polimer 3000 mAh kapacitású telep, ezzel simán kibírja a napot az Ulefone Future. Maga a töltő csatlakozó az ugye, hogy láthattátok a kábelt is, USB Type-C, de ha már itt vagyunk az alján és nézzük, akkor ugye itt sztereó hangszóró rácsokat látunk, viszont egyébként nem sztereó hangszóró van, hanem csak egy mono hangszóró, másik igazából csak dizájnbeli szimmetriát tükröz, egyébként itt található maga a készüléknek a mikrofonja. Az oldalát megnézve, a bal oldalát, itt láthatjuk a SIM-kártyáknak a tálcáját. Fölül van egy ilyen kis szintünk, ezt ide helyezték be. Ha szintünk keresitek, akkor itt van a 3,5 mm-es jack hajzatnál. A jobb oldalán ugye itt található a hangerőszabályozó gomb, bekapcsoló gomb, illetve egy külön hely van az új lenyomat szenzornak is. De itt vannak az antenna csíkok, ezeket ugye nem kell bemutatnom. És ugye a hátulján egy fektetett Ulefone logó, egy 16 megapixeles átlapi kamera f2.0-as rekeszértékkel, egyébként maga a kamera egy Samsung lencse vagy Samsung modul, és két tónusú LED villanunk is van. Annak ellenére, hogy 16 megapixeles kamera sajnos csak Full HD-ban tud rögzíteni, tehát 4K rögzítési lehetőségre nincsen, tehát ilyen lehetőségünk nincsen. Maguk a
az androidos gombok, ugye kijelzőből veszik el a helyet, ezeknek sorrendje testre szabható, akár van egy ilyen gombunk, el is tudjuk tüntetni, így teljes szélességben, teljes hosszúságban tudjuk kijelzőt használni. Ahogy láthatjátok, nagyon-nagyon keskeny a készüléknek a kávája, ezzel egyébként nagyon szép megjelenítést kölcsönöz, tényleg a megjelenítési minőséggel szerintem semmi gond nincsen, Full HD kijelzőről van szó. A kijelző fölött találunk egy 5 megapixeles előlapi kamerát, ugye természetesen a beszédhangszórót, a fényszenzort és a közelségérzékelő szenzort, és láthatjátok, van egy értesítési LED visszajelzőnk is. Egyébként amire még képes ez a készülék, tud OTG-t, van benne FM rádió, viszont ami nincs benne, az az NFC. És ami nagyon fontos, ugye kínai készülékről van szó, de támogatja a hazai 4G sávokat, tehát itthon kathatós LTE-t tudunk elérni ezzel. Ugye már szolgáltatók próbálkoznak a 300 megabites internettel, ez a készülék képes lesz rá. Tehát hogyha 300 megabites mobil internet csomagunk van, akkor ezt ki tudja használni ez a készülék. Az ára körülbelül olyan 60 ezer forint, a Gearbest-ről természetesen, hogyha onnan vásároljátok meg. Hazai webáruházban pedig 90 ezer forintért láttam, ami szerintem már úgy kicsit sok azért a készülékért. De ha külföldről vásároljátok, akkor is európai raktárról tudjátok megvenni, és erre semmilyen más járulékos költség nem jár. Úgyhogy ennyit szerettem volna ebben a rövid videóban az Ulefone Future-ről, hogy milyen tartozékok vannak hozzá, körülbelül mit kell róla tudni, és hogy mennyibe kerül. Ha tetszett ez a videó, akkor iratkozzatok fel a csatornánkra, lájkoljátok és diszlájkoljátok, hogy tudjam, hogy szeretnétek-e még ilyen videókat és hasonlókat. És ha kérdésetek van, akkor nyugodtan tegyétek fel a kommentbe. Én Laci voltam, köszönöm, hogy megnéztétek, és sziasztok!